Nyugdíjas találkozót szerveznek a kempingben. Diakónus szentelést rendeztek a görög katolikus templomban. Újabb programokat szerveztek a fiataloknak az útkeresés segítő szolgálat munkatársai. Győzelem az utolsó nyári felkészülési meccsen. Köszöntöm nézőinket, Önök a DSTV híradóját látják. Ma is elhoztuk városunk legfontosabb híreit. A Duna partján, árnyas fekvédelmében, csodálatos zöldövezetben, azaz a legideálisabb helyszínen, a Dunaújvárosi kemping területén rendeznek augusztus 2-án nyugdíjas találkozót. Az érdeklődőket dalkörösök, citerások, zenés műsor, igazi jó hangulat várja majd. Egy héttel a rendezvény előtt tartott bejárást a kempingben a szervező, a Búzavirág dalkör és az Aranydarú szállító mű nyugdíjas baráti kör képviselője és Barta Endre humán alpolgármester. Kérdésünkre Sümegi Lajos, a baráti kör elnöke elmondta, hogy az augusztus 2-ai rendezvényre 3-400 főt várnak, és a környező településeken kívül már jelezték részvételi szándékukat messzebbről is, például Pécsről és Tácról is. A sok-sok fellépő mellett büfével, árusokkal is készülnek, de egy egészségügyi szűrőbusz is jelen lesz, ahol ingyenes szűrések és tanácsadás várja majd az érdeklődőket. A rendezvényt Dunajváros önkormányzata is támogatja, Barta Endre humán alpolgármester szerint fontos ennek a korosztálynak is programokat biztosítani. Itt a hosszabb Covid időszakot követően úgy döntöttünk polgármester úrral, illetve hát nyilván ez egy fontos dolog, hogy az idősügyi tanácsot felélesztjük. Ugye korábban ez hosszú évekig működött, nagyjából lehet mondani, hogy csak működött a városban, mi ezt mindenféleképpen egy megfelelő tartalommal is szeretnénk így feltölteni. Összehívtuk a város nyugdíjas szervezeteit, egyébként hamarosan újraülésezni fogunk, és akkor ezen az ülésen megbeszéltük, hogy milyen programokra van lehetőség, a nyáron ki milyen programot szeretne szervezni. Ennek az egyik ilyen állomás ez az augusztus 2-a itt a kempingben, de korábban már volt ennek köszönhetően a városházán egy kis táncos esemény. Lesz hamarosan az MMK-ban is egy ilyen kis táncház, néptáncosok találkozanak az összejövetele, népdalkórusoknak Pentalén szeptemberben, tehát azt gondolom, hogy egy ilyen rendezvénysorozatról is tudunk így beszélni. Nyilván az egyik legnagyobb itt a kempingben lesz, hiszen itt elhangzott, közel 400 embert várnak. Itt önkormányzatunk a helyszínt biztosítja, illetve a minden ide látogató egy tál ételt tud kapni. Augusztus 2-án tehát szeretettel várják a nyugdíjasokat egy egésznapos rendezvényre a Dunajvárosi kempingbe. A programok 9 órakor kezdődnek színpadi produkciókkal, a részvétel természetesen ingyenes. Különleges esemény helyszíne volt a görög katolikus templom a közelmúltban. Illés proféta ünnepén július 20-án szentelte diakónussá Kocsis Fülöp metropolita atya Gárihárd arszterpapot, érseki titkárt. Egy kívülállók számára látványos és érdekes szertartás keretében szentelt diakónussá Gárihárd alszerpapot, érseki titkárt, Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek a helyi görögkatolikus templomban. Az eseménybe stábunk is bepillantást nyerhetett, majd a szertartás után Kocsis Fülöp atya tolmácsolásában ismerhettük meg, hogy miről is szólt pontosan számukra ez a rendezvény. A papságot megelőzi ez az legalább egy év, lehet, hogy több is, legalább egy évben át szolgálni kell oltárnál az embereknek, emberek között. Tudnék, a papság is eleve szolgálat, nem lehet úgy Isten papja senki sem, hogy ezen a szolgálati úton, ezen a szolgálati tapasztalaton nem menne keresztül. Aztán hát Ricsiről annyit lehet tudni, hogy ő sokat szolgált már sok helyen, fiatalemberként ilyen lelkes szolgálattevő, főleg időseket, betegeket gondozott, fogyatékosok között munkálkodott, tehát olyan nagy szíve van ennek a fiúnak, és ezért is beszéltem arról, hogy a diákonusi szolgálata így megpecsételve a szent renddel, a egyházi renddel minden bizonnyal, hát még gyümölcsözőbb lesz majd. Történethez úgy kapcsolódik településünk, hogy Dunaújváros egyik az ország nyugati részében található legaktívabb görögkatolikus közösséggel rendelkező városoknak. Gondoljunk csak a templom építésre, vagy arra az aktív munkára, amelyet Kovács István parókus végez nap mint nap. Ezért is volt tökéletes a helyszín. Már Szilárd püspök úr több mint 10 évvel ezelőtt fölismerte, illetve
fölismerte a helyzetet, hogy itt vannak görögadósok, és szükségük van lelkipásztori ellátásra, és az itt élők, Murra Laci bácsi nevét szeretném külön is megemlíteni, ő áldozatkészségével is, meg nagy kitartásával elérte, hogy létrejön a szervező lelkészség először. Nem is emlékszem már pontosan, több mint 15 éve, mert nem még az én püspökségem előtt volt. És akkor egy pici óvodában alakítottak ki kápolnát, és utána pedig hát szépen fejlődött a közösség. Összejöttek a görögkatolikusok, fölfedezték, hogy ez az ő közösségük, és érdemes ide tartozni. Aztán Kovács Istyú atya nagy szorgalommal, buzgósággal, családjával együtt szépen folytatta ezt a munkát. A szentelt, avagy Gál Richard 1995. július 10-én született. Gyermekkorát egy szatmári kisvárosban, Csengeren töltötte. A hitet anyai nagyszüleink keresztül kapta meg, s fiatalkorában a papság és más hasonló hitéleti tevékenység sem vonzotta. Jobban szeretett volna tanár, vagy éppen színész lenni. Serdülőkorban 12 évesen jött aztán a nagy változás. Középiskolában már Székesfehérvárra járt, majd következett a görögkatolikus papnevelő intézet és a Szent Atanász görögkatolikus hittudományi főiskola. Sokáig dolgozott önkéntesként szociális területen, itthon is és külföldön is. 2021. augusztus 1-től Kocsis Fülöp érsek metropolita atya személyi titkárává nevezte ki. Ugye mai nap diakónussá, és a Szentírásban azt olvashatjuk, hogy Illés prófétát az enyhe szellőn keresztül érintette meg a Jóisten. És valahogy így érzem én is, hogy az enyhe szellőn keresztül a Jóisten megérintett, és akkor azon a vasárnap reggelen elhívott, hogy menjek el a templomba, egy hét múlva újra elmentem, két hét múlva már ministráltam, utána pedig már jól éreztem magam az oltár körül, és hát, hogy is mondjam, ott ragadtam, itt ragadtam a templomban. A szolgálat mellett tevékenyen segít az embertársainak, s közben saját életében is történtek örömteli események. 2023. július 1-én kötött házasságot Dudás Borbálával Mária Pócson, és közös életüket Debrecenben kezdték meg. Egy darabig még úgy áll a helyzet, hogy ott is folytatja a szolgálatát. Bori, a feleségem a debreceni görögkatolikus óvodában fog egy kis csoportot kapni, és ott is kezdtük el a közös életünket. Egy hete költöztünk be a kis lakásunkba, most rendezkedünk be. De mivel a papságra vállalkoztam, magam se tudom, hogy meddig fogunk jönni Debrecenbe. Ez lehet egy év, lehet két év, lehet három év, lehet öt év, nem tudom. Úgyhogy a bútorokat úgy szereztük be, hogy két-három költözést azt azért bírjon ki, mert mi sűrűn fogunk költözni valószínűleg. A papi szolgálatnak ez a velejárója. A templomi eseményt követően a meghívott vendégek, egyházi képviselők, barátok, családtagok pedig a templom udvarán egy közös ebéddel és beszélgetéssel zárták a napot. Mint arról már korábban beszámoltunk, számos kiváló programot szerveznek az útkeresés segítő szolgálat munkatársai a fiataloknak a nyári időszakban is. Legutóbb például a könyvtárba látogattak el a gyerekekkel. A József Attila könyvtár gyermek részlegén folyamatosan jobbnál jobb programokkal várják a gyerekeket. Nem ritkák a visszatérő és az új látogatók sem. A napokban például az útkeresés segítő szolgálat munkatársai látogattak el az intézménybe egy gyerekcsoporttal. A helyszínen Törökné Antal Mária gyermekkönyvtáros elmondta, gyakran fogadnak hozzájuk hasonló csoportokat a könyvtárban. A mesés foglalkozások pedig nem pusztán a mesék világába kalauzolják el a gyerekeket, hanem a helyszín jellegéből adódóan a könyvtári közegbe is bepillantást nyernek a látogatók. Foglalkozást kérnek, ilyenkor nagy örömmel mutatjuk be a könyvtárat, és egy ilyen mesés foglalkozást adok most nekik például. És ez kettős cél, ők is jól érzik magukat, meg ráadásul beiratkozott olvasóinká válnak, és megszeretik a könyveket. A fiatalok élőszavas mesét hallhattak a gyermekkönyvtáros tolmácsolásában. Élőszavas mesét fognak hallgatni, és varázsolunk a kendőkből, utána visszavarázsoljuk, és még játszunk is. Teljesen a mesék birodalmába viszem el őket. Milyen mese fog elhangzani, és miért az? Hát most egy olyan mesét, általában nem szokták mondani az élőszavas meséknél a címét, de a gyermekláncfűről fogok mesélni, és azért, mert az körbevesz minket teljesen, és egy nagyon szerény kis virág. A különböző korú gyermekekből álló csapat Bükki Major Melinda vezetésével látogatott el a könyvtárba. Minden korosztály számára fontos, hogy megismerkedjenek ezzel a közeggel. A gyerekek életkora 6-tól 13 évig bezárólag. Most ez egy elég vegyes korcsoport. Köztük vannak olyanok, akik városi iskolákba járnak, van olyan, aki most fog majd kezdeni, és akadt köztük egy olyan is, aki járási
másik általános iskola tanulója. Mint már említettük, az útkeresés segítőszolgálat munkatársainak hála a fiatalok élmények sokaságával gazdagodtak a nyári időszakban is. Kézműves foglalkozások, kirándulások, állatos bemutatók, csak néhány említés a színes esemény sor kínálatából. Kézműves tevékenység az útkeresésnél helyben. Volt állatsimogató, eljöttek a Pálhalmáról magánszemély, hozott el állatokat, pónit, körényt, kutyát. Ezen kívül volt kutyás bemutató a BV részéről, és messel foglalkozásokat tartunk, szabadjáték van az udvaron, hát így nagyjából ezek zajlanak, és akkor a könyvtárba pedig azért szerettünk volna eljönni, mert hogy híre van, hogy itt a városi könyvtár nagyon színvonalas, élmény alapú mesefoglalkozást tud a gyerekeknek tartani. Az útkeresés segítőszolgálat munkatársainak közreműködésével ismét színvonalas foglalkozáson vehettek részt a gyerekek. A cél az, hogy mindenkinek emlékezetes legyen a nyári időszak. Lejátszotta utolsó nyári felkészülési mérkőzését a Dunaújváros FC labdarúgó csapata a hétvégén. Együttesünk a Fejérvár megyei első osztályban szereplő Ercsi Kinizsi ellen lépett pályára, és aratott magabiztos 4-1-es győzelmet. Három gólos győzelemmel zárt a nyári felkészülési mérkőzések sorát a Dunaújváros FC labdarúgó csapata. Együttesünk dr. Dabos Barna vezetésével a Fejérvár megyei első osztályban szereplő Ercsi Kinizsi ellen lépett pályára. A csapat magabiztos játékot mutatott be az első felvonásban, a félidei sípszóig 3-0-as előnyt dolgoztak ki a játékosok. A második játék részben egymás után dolgoztak ki a helyzeteit a csapat, ám ezekből mindössze egyet sikerült gólra váltani. Lehetőséget kaptak az ifjú futballisták is, akik ellen ugyan tudtak szépíteni a vendégek, mégis maradt a 4-1-es végeredmény az utolsó sípszóig. A találkozót követően dr. Dabos Barna vezetőedző értékelt. Körülbelül amit vártunk, azt kaptuk. Próbáltuk a támadást is gyakorolni, illetve az ellenfél kontráit is megakadályozni. Egy jó edzés, egy jó felkészülési mérkőzés volt. A szakember szerint, bár a csapat jól játszott, a pontosságot és a helyzet kihasználást tekintve van még miben fejlődniük. Ha csak a második játékrészt nézzük, akkor ott legalább 4-5 zicser maradt ki, mielőtt gólt rúgott volna, a csapat a negyedik gólt megszerezte volna, úgyhogy igen, a második félidőben mindenképp, tehát a helyzet kihasználáson is van mit javítani. Dr. Dabos Barna a fiatal játékosoknak is igyekezett játékperceket biztosítani. Meglátása szerint ezeknek a sportolóknak sok-sok mérkőzésre van még szükségük ahhoz, hogy élesben is jól tudjanak majd teljesíteni. A mostani kezdőcsapat is egyébként nagy része fiatal, de igen, itt főként már ifisták voltak, akik beálltak. Kicsit nehezen lendültek bele a játékba, de utána már láttunk egyre több dolgot, sok mérkőzés kell nekik is játszani, próbálom őket minél többet játszatni, minél jobban hozzászokjanak a felnőtt futballhoz. Időközben megérkezett a Dunaújváros FC bajnoki sorsolása is. Együttesünk az MB3 délnyugati csoportjában kezdi meg a mérkőzések sorát hazai környezetben. A Gárdony Agárdi gyógyfürdő csapatát látják vendégül a stadionban július 30-án, délután 13 óra 30 perctől. Hivatalos közösségi oldalán jelentette be a Dunaújvárosi Acél Bikák jégkorong csapata, hogy a 2023-24-es szezonban is a DAB együttesét erősíti Strenk Olivér. A 21 esztendős helyi nevelésű támadó tavaly tért vissza Dunaújvárosba, így már a második évét kezdheti meg az Acél Bikák színeiben. Olivérre több fronton is számított egyesületünk az elmúlt szezonban. Az Erste Liga mellett pályára lépett az U21-es bajnokságban, illetve az Andersen Ligában is. Az első osztályban 29 összecsapáson húzott szerelést, míg az Andersen Ligában 22 találkozón bizonyíthatott, és az előbbiben egy gólpasszig, míg utóbbiban 15 gólig és 18 asszisztig jutott. A DAB vezetése bízik abban, hogy az új szezonban még szebb mutatókkal járul hozzá csapataink jó szerepléséhez. Munkatársai nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, amennyiben tehetik, tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!